2020. december 31-e van, vagyis szilveszter napja, és végre lezárjuk ezt a 2020-as évet, és Griga Zsuzsával ülök itt, együtt töltjük ezt az utolsó napot. Én Kézdi Andrea vagyok, és megpróbáljuk egy kicsit előrevetíteni azt, hogy mi várható, illetve azt, hogy milyen volt a 2020-as év. Igen, én a karmasztrógia eszközével, Andrea pedig a számisztika numerológia eszközeivel, ugye évek óta csinálunk előrejelzéseket, amik viszonylag szakmaiak, mert ezt mindig minden fórumon el szoktam mondani, hogy nem nagyon tudok bulvárosan működni, tehát nekem a szakma szent, és éppen ezért nem szoktam lebutítani. Mindig annak is érzem egy kicsit, hogy ha nem nagyon pontosan, szabatosan, asztrológusul fogalmazok, akkor az már lebutítás. Pedig tulajdonképpen nagyon fontos lenne, hogy sok emberhez eljusson az, amit mi látunk, mert azt gondolom, hogy ez segíteni tud, mint hogy azok, akik tavaly megnézték az előrejelzéseinket, azok valamennyire számíthattak arra, hogy mi történik majd ebben az elég rettenetes évben. És hát valamennyire bejött, de ugye pont azt beszéltük, hogy Isten igazából egyikünk sem tudta azt megmondani, hogy konkrétan egy vírus lesz. Mert nem jutott eszünkbe, tehát nem gondoltuk azt, hogy egy világjárvány. Igen, és akkor azért azt is rögzítsük, hogy a vírus létezik, hogy nagyon súlyos betegségeket tud okozni. Ettől függetlenül maga az a reakció, amivel a világ erre reagált, tehát hogy lezárások és egyebek, azt én abszolút túlzónak érzem, és azt gondolom, hogy ahogy ezt még megfogalmaztuk ugye többször is, ez egy fantasztikus eszköz volt a mindenkori hatalmon lévőknek, hogy a saját hatalmukkal visszaélve olyan dolgokat, hogy mondjam, kényszerítsenek rá az emberiségre, tehát próbálgatják, hogy mi az, amit még elviselünk, és ne, mi az, amit tehát tulajdonképpen nem. Az a lényeg, hogy úgy érezzük mind a ketten, és ebben egyetértünk, hogy nagyobb hatása van a... Tehát nem a vírusnak van igazán nagy hatása, tehát nem a betegségnek magának, hanem amit ez generált, ami azok a szabályok, azok a restrikciók, azok az akadályok, amiket így ránk pakoltak, azok sokkal nagyobb kárt okoznak, vagy sokkal nagyobb hatásúak, fogalmazunk inkább így az életünkre, mint maga a vírus. Ami egyébként létezik, tehát ezt is ugye több fórumon elmondtam, nekem a saját családomban is, ugye az első között kapta meg a kisebbik fiam, azóta rengetegszer adott plazmát is, tehát valóban létezik, tehát nem vagyunk vírus tagadók, ugye ezt is sok fórumon már elmondtuk, csak én egy picit túlzásnak érzem, picit meglehetős túlzásnak érzem azt a reakciót, amit hát adunk erre az egész helyzetre. Azt is elmondtam, ugye, hogy szerintem a rettenetes 20. század zárult le ezzel az évvel, a 2020-as évvel, és valóban elindult egy új korszak, és a 21. évben indult el, és valóban így van, tehát azt tudni kell, hogy lezárult, ugye erről nagyon sokat beszéltek már, lezárult egy 200 éves korszak, és lezárult egy 20 éves korszak. Erről picit azért beszélnék, mert ezt egy laikus is megérti, a Jupiter és a Szaturnusz, a két utolsó látható bolygó, ezek óriás gázbolygók, ugye ezeket szabad szemmel lehet látni, a Szaturnusz gondolták a régiek a küszöb őrének, a karma urának, és amikor ez a két bolygó együtt áll, 20 évente együtt áll, azok mindig ilyen, így, mint hogyha megnyomnák a reset gombot, ugye a Jupiter mindenből sokat ad, a Szaturnusznak mindenből kevesebb korlátoz veszünk ki, tehát amikor együtt áll ez a két bolygó, ez a sok is, kevés is, expanzió és szűkülés együtt, tehát mintha tényleg egy ilyen égi egyensúlyt szeretnénk teremteni, tehát ez gyakorlatilag erről szól, visszaáll egyfajta egyensúly. Ez az, amit a Jupiter Saturnus hoz, de ráadásul ezeknek az együttállásoknak megvan egy ritmusa, és az elmúlt 200 évben földjegyekben jött létre, a föld ugye az anyagi szint, a fizikai világ, a megfogható dolgok, az érzékszervek által közvetíthető információk, és ez most megváltozott, levegős jegyekben indul ez a mostani 200 év, tehát most majd mindig az ideológiák, a kommunikáció, a gondolatoknak kell egyensúlyba kerülnie, ez az új korszak, tehát laikus nyelven ez a legegyszerűbb, ahogy el tudom magyarázni. Ahogy numerológiában az előrejelzésemben is mondtam, hogy az, hogy ugye a 2000. év beléptünk egy új évezredbe, tehát nem csak évszázadba, ugye nem csak a 21. századba, hanem egy új évezredbe is nagyon változik a világ, csak ez a változás rendkívül lassú, és miután ez a változás nagyon lassú volt, tényleg kellett ez a 20 év ahhoz, hogy
igazán elinduljon. Én úgy gondolom, hogy most indult el egy olyan folyamat, ugye egyrészt a bolygóállással, másrészt numerológiában is szintén legérdekesebb mód, hogy a 2021-es év nem 2021. január 1-én, hanem 2020. december 21-én indult, és nagyon látszik is a világ eseményein, hogy elindult. Numerológiailag ugye ez egy ötös év, hosszan beszélek erről én is az elemzésembe, de amit kicsit kifelejtettem, és ezért is kértelek, hogy kicsit mondjuk el egyszerűbben, hogy mondtam, hogy ugye az ötös szám azért a tűzrobbanás, a mozgalmasság, kicsit a háború száma is, de a 21-es, amelyik ugyan a világ száma, ha összeadom egy hármas, és ez azt is jelenti, én mondtam az elemzésem, hogy várhatóak áramszünetek, meg ilyesmi, de azt nem mondtam, hogy ez az egész hármas szám, vagy kommunikációs száma is, nem tudom, hogy asztrológiailag mit láttál. Hát lehetőségben igazából, ugye, igen, tehát, hogy igazából most várhatók olyan események, amik a kommunikációval függnek össze, ez kicsit kimaradt az elemzésemből, ami azt jelenti, hogy ez mondjuk az internetet lekapcsolhatják, vagy korlátoznak. Ez nagyon fontos. Tehát ne, főleg a fiatal korosztálynak mondanám, hogy ti annyira rá vagytok kattanva a netre, és mindent a telefonotokon keresztül rendeltek meg, néztek meg, az információt onnan szerzitek, ne tegyétek. Lekapcsolhatjátok. Bármikor lekapcsolhatjátok, tehát lekapcsolhatjátok, igen. Menjetek el egy könyvesboltba, és vegyetek könyveket. Azokat senki nem veheti el tőletek. Tehát az ottani tudás, az sokkal maradandó, mint az, amit a netről lehaláztok. Igen, tehát tulajdonképpen én azt mondtam, hogy elkezd megszületni egy új világ. Belekényelmesedtünk abba az életbe, amit eddig éltünk. Tehát tudomásul kell venni, hogy másképp kell élni. Hogy igen, lekapcsolhatják az áramot, lekapcsolhatják a netet. Igen, az a helyzet, és ami nagyon fontos, bocsánat, hogy egy dolgot megmutatott ez a vírus. Hogy mi a fontos az életben, és hogy az, hogy együtt legyünk, a társas kapcsolatok, hogy maszk nélkül lehessünk együtt, az talán fontosabb, mint az, hogy ez volt az a karácsony, amikor nem az ajándék volt a fontos, hanem az volt az ajándék, hogy együtt lehetünk, együtt étkezhetünk, és meg tudjuk ölelni egymást. Egyszerűbb örömeink legyenek. Olyan örömeink, amiket egymásnak adhatunk, és nem azon múlik, hogy mit vásárolsz. Ez is nagyon-nagyon fontos lenne. Egyébként pedig gyakorlatilag pontosan ezt érzem én is, hogy egy olyan gondolkodásmód kezdődhetne el, amit főleg a fiatalok körében kéne, hogy elterjedjen, ugyanis kedves fiatalok, azt gondoljátok, hogy nektek milyen nehéz az életetekben, most szörnyű, én is rengeteg e-mailt kaptam, hogy meddig fog ezt tartani, borzasztó, hogy nem tudunk külföldre utazni, meg nem tudunk bulizni. Hogy mondjam el nektek, hogy igazán nehéz, 50-60 évvel ezelőttig volt a világ, és az elmúlt 50-60-70 évben semmifajta nehézségeink nem voltak. Ezt higgyétek el nekem. Tehát, hogyha visszanézel az elmúlt 2000 évben bármelyik korszakban, akkor gyakorlatilag azt láttad, hogy az emberek 20-30-40 éves korukig éltek, iszonyú nagy volt a gyerekhaladóság, az éhség, betegség voltak, éhség volt télen. Én az én gyerekkoromban átéltem még azt, hogy egy cselépkályhánk volt az egész lakásban, és azt, hogyha befűtöttük, meleg volt, különben meg volt 12 fok. El se tudjátok képzelni. Legyünk hálásak azért, ami van, és próbáljunk tényleg egy olyan új világot teremteni ebben a 2021-es új világ évben, ami által egy jobb világot teremthetünk, és ez lenne a lényeg, hogy tehát hátrahagyjuk azokat a túlzásokat, amik az elmúlt időszakban iszonyatosan felerősödtek, tehát, és próbáljuk meg tényleg a legegyszerűbb emberi működésben az örömöket megtalálni, a csendes elégedettséget, és erről nagyon sokat beszélek, mert ebben az elmúlt 20-30 évben különösen azt gondoltuk, hogy azt tesz bennünket boldoggá, hogyha még egy kütyűt veszünk, ha még egy táskát vagy egy cipőt, ha még egy mit tudom én valamit, és akkor majd boldogok leszünk 2,5 percig. És nem lettünk. Nem. Így van, tehát nem. Attól vagyunk boldogok, hogyha értelmes emberek társaságában tudunk beszélgetni, eszmét cserélni, a gondolatainkat megosztani másokkal. Hogyha kimész a kertbe és sétálsz egyet, megszagolod a virágot, sétálsz a hegyekben egyet, találjatok egyszerűbb örömöket,
tényleg vissza a természethez legyen Rousseau-nak ez a mondása, nyilván nem úgy, ahogy ő elképzelte, hanem egy picit nézz körül magad, a környezetedben, és találd meg azokat a kapaszkodási pontokat, amivel tényleg jobb és boldog lehet az életed. Ez azért erről is szólhat, van egy nagyon érdekes picike fényszög, ami az Uránusz és a Chiron között formálódik, ez egy 30 fok, tehát tényleg nagyon pici segítő nevelő fényszög. Ugye a Chiron a karmikus sebeink kentaurja, az Uránusz pedig a változások, a robbanásszerű átalakulásoknak a bolygója. A 30 fok pedig egy lehetőség arra, hogy te a sebeidet, amiket megéltél, Chiron, gyökeresen átalakítsd valami teljesen mássá, felrobbasd őket, megújítsd a lehetőségeidet, Uránusz, és ez tényleg egy nagyon pici fényszög, de megmondom őszintén, hogy amikor végignéztem ezt az évet, akkor tulajdonképpen azért keseredtem el az első pillanatban, mert nagyon nehéz fényszögek vannak, ugye? Ment a 2021-esben. Az egyik legnehezebb, erről szintén mindenki beszél, ez egy Szaturnusz-Uránusz kvadrát, ugye a kvadrátok mindig a legdurvább fényszögek, és a Szaturnusz, ami a szilárdság, a megtartó erő, de a korlátok keretek nehézségek is, az Uránusz pedig mindezt felrobbantja. Ugye erre mondtuk azt, hogy ez egy földrengés, vagy egy forradalom fényszög. A tavalyi évnek a polgárháborús fényszöge szintén valamikor augusztusban megpontosodik, rá erősít még ez a bizonyos Szaturnusz-Uránusz földrengés, vagy forradalom fényszög. Tehát nem szépek az energiaminták, ezt azért mondjuk el, és nekem mégis valahogy az volt az egész évről az érzésem, hogy bár alig van jó fényszög, és alig van oldó energia, és valahogy az év végére mégis egy tényleg egy új világ teremtődik, és tényleg valamilyen, ha az emberiség visszatud a gyökereihez, a normalitáshoz csatolni, akkor ebből teremtetünk egy csodaszép dolgot. És ez lebegjen a szemetek előtt, és ne keseredjetek el, hogy milyen nehéz. Találjátok a nehézségben is valami fajta inkább feladatot, kapaszkodót, teljesítményt. Ugye a pszichológiának van egy ilyen nagyon érdekes alapvető tétele, hogy van egy feladat, amit ha te magadnak találsz ki, tehát kitalálod, hogy én most lefestem a konyhát, akkor ez egy tök jó buli, mert jaj, de jó, szép, fehér lesz a konyha, vagy rózsaszín, vagy teljesen mindent kiválasztasz magadnak, tehát a teljesítmény fölött érzett öröm, amit te magadnak találtál ki, és magadnak csinálsz meg, az elveszi az egésznek az erősségét. Ha viszont a papád, vagy a mamád, vagy a mit tudom én, akárki kényszeríti rá, akkor ugyanebben a munkában belehalsz, elpusztulsz. Ezt megtanulnád, hogy elébe menj a dolgoknak, hogy elhagyd egy kicsit a komfortzónát, hogy ez az egész tavalyi év azt tanította meg velünk, hogy hogyan kell a komfortzónánkat elhagyni, és egy más komfortzónát teremteni magunknak tulajdonképpen, amiben még mindig jól érezzük magunkat. Ugye numerológiában az ötös év, az univerzális ötös év, az kimozdít mindenkit a komfortzónájából, és lehet ezt megélni tragédiaként, tehát azt mondani, hogy ez most borzalmas állapot, mert nem elvesztettem az állásomat, nem tudok pénzt keresni, tehát nagyon sok minden, és én azt mondtam, hogy a komfortzónádból kimozdulhatsz, elveszted az állásod, lehet, hogy találsz valahol az ország másik részében, vagy külföldön. Meg kell mozdulni, tehát ahogy te mondtad, a komfortzónából szellemileg is, lelkileg is, de fizikálisan is ki kell mozdulni, és azt kell mondani, hogy oké, most ez van, akkor én most elmegyek az ország másik végébe. Ugye az orvosokat át is akarják helyezni, amik tényleg ilyen borzasztó nagy tragédiaként élnek meg, és meg is értem személyesen, de ugyanakkor gondoljunk bele, hogy mennyire logikus, hogyha valahol szükség van, de ugyanígy bármilyen munkaerőre. Tehát, hogyha arra van szükség, hogy én most az ország másik végébe tudok dolgozni, akkor oda kell menni. Pontosan, és a Szaturnusz-Uránusz egy kicsit pont erről szól, mert a Szaturnusz ugye a megszokott dolgok, a korlátok keretek, és az Uránusz robbantja föl, és hogyha elébe mész, és ez a lényeg, tehát hogy tehát a 2021-es év asztrológiai fényszögeinek a megéléséhez azt ajánlom nektek, hogy merjétek elhagyni a saját komfortzónátokat, merjétek egy picit kockáztatni, és ti alakítsátok az életeteket, és akkor örömöt tudtok benne találni, nem pedig meghaltok attól, hogy valaki valamit rátok kényszerül. Igen, ahogy mindig elmondjuk, hogy mindenkinek olyan éve van, amit csinál magának, és én azt gondolom, hogy tényleg a saját valóságunkat magunk teremtjük meg, tehát hogyha te
jónak éled meg azt, hogy kimozdulsz a komfortzónádból, hogy új dolgokat elindíthatsz, megtalálhatsz, akkor bármilyen nehézséget le lehet küzdeni. Ja. És tényleg hozzáállás kérdése, hogy ha mondjuk, ha én egy orvos lennék és áthelyeznének, akkor nyilván tragédiaként élem meg, hogy kimozdulok a családomból, a komfortzónámból, de lehet, hogy ott szakmailag találok valami olyan kihívást, amire meg nagyon nagy szükségem van. Tehát, hogy amit mindig elmondunk, és itt mindenkinek így azért mondom be, hogy nagyon fontos, hogy pozitívan éljük meg a dolgokat. És ez nem az a keep smiling, meg legyél mindig pozitív dolog, hanem hogy egyet kellene elhinni, ezt mindig elmondom, hogy a sors, vagy Isten, vagy ki hogy nevezi, mindig jót akar. És hogy a tragédiákban is meg kell látni, a nagyon súlyos tragédiákban is meg kell látni a jót. Meg kell látni, hogy nem hiába történtek a dolgok. Így van, időről időre meg kell újulnunk. És ez az év, a 2021-es év arról szól, hogy hogyan teremtünk egy teljesen új világot. Úgyhogy azt ajánlom mindenkinek, hogy teremtsünk egy új világot, és nagyon boldog új évet kívánok. És akkor ezzel zárjuk is. Köszönöm. Én is.